A Kelet-Magyarország fotóriportere Pusztai Sándor hosszú évek óta ott van a megye futballpályáin, sportcsarnokaiban, ahol igyekszik elkapni azokat a pillanatokat, amelyek legjobban visszaadják azt, ami a pályán történik. A pénteken megnyílt tárlat egy kosárlabda és egy röplabda csapat 2017-2018-as szezonbeli mérkőzésében nyújt bepillantást. Első körben 300 fotó került képbe, közülük végül 60 látható a tárlókon. A fényképezőgép az ténylegesen egy időgép. Azt a tized másodpercet állítja meg örökre, amikor a sportoló épp a csúcsponton van, amikor azt a pillanatot hajtja végre, ami a meccs szempontjából lehet, hogy éppen sorsdöntő. Tehát ebben ez a szépség. A sportmúltam az nem volt túl jelentős, mert bár általános iskolában én is röplabdáztam, feladó és liberó helyen próbált a tanító bácsi bevetni, és amikor nagyon kétségbe volt esve, akkor álltam fel a cserepadról. De én nagyon tudom értékelni Zsozefinának a munkáját, aki feladóként például gyakran második érintésből átteszi a hálón a labdát, tehát egy picit azért kell hozzáérteni, egy kicsit kell tudni olvasni a sportágat. Nagy segítség például a kosarasoknál, hogy évek óta ismerem a srácokat, tehát tudom azt, hogyha Czura Attila betör a büntető területen belülre, akkor mit várhatok, vagy hogy Fazekas Csabihoz, ha kerül a labda, nagyon résen kell lenni, mert akár a félvonalról is egy hármas belóbál, vagy Sitku Marcira is figyelni kell, mert ha egyedültől kosára bevágja a gyűrűbe, és akkor még valószínűleg egy hasizom gyakorlatot is hozzátesz, tehát nem három képnél, hanem öt képnél állunk le. Sitku Ernő, a kosarasok szakmai igazgatója elmondta, hogy kettős célja van a sportfotó kiállításnak. Remélnénk, hogy egy picit jobban be tudnak tekinteni azok az emberek, akik kevesebbet járnak ki a mérkőzéseinkre, és picit jobban látják az életünket. Ez az egyik, a másik pedig örülnék annak, hogyha a gyerekeknek egy picit motivációt jelentene, vagy úgy éreznék, hogy valamikor ők is szeretnék, hogyha ilyen képeken tudnának szerepelni. Ehhez természetesen az kell, hogy bekerüljenek a város legjobb csapataiba, és maguktól ölthetik Nyíregyháza valamelyik csapatának a mezét. Bus Iván, a Kékcápák irányítója szerint érdekes, hogy olyan pillanatokkal is szembesülhetnek, amelyek a játék hevében esetleg feledésbe merülnek. Sokszor egyébként mulatságos képek is készültek, mondjuk itt cingi maszkos képeire, de tényleg jó, hogy lehet látni, hogy mennyire megnehezítik, mert meggyötrik néha az életünket a védők, amit ugye bent érzünk, de más az, hogyha képformájában köszönt vissza, és nekem nagyon pozitív ez az egész kiállítás. A kiállítás egy hónapon keresztül látható a Korzó bevásárlóközpont második emeletén. Azt követően a megye több intézményébe is eljut a kiállítás, amely a Continental Arénában kap majd végleges helyet.